Szeretettel köszöntöm Önöket. A mai Együtt magazinban is érdekes témákkal várjuk Önöket. Szó lesz szépségről, rendhagyó tanítási órákról, de most mindenek előtt egy bámulatos történetet szeretnénk Önöknek bemutatni. Tanárki Gábor, egy sárbogárdi fiatalember meséli el betegségének történetét. Szeretettel köszöntöm Önöket, és köszönöm, hogy elfogadták a meghívást. És köszönöm. Kezdjük az elején. Ugye egy betegségben szenved, amire 3 éves korában derült fény. Miről van szó pontosan? Ez egy izomsorvadás. 3 éves koromban vették észre. Akkor kezdődtek ezzel kapcsolatban kivizsgálások, és 3 éves korom óta idáig gyakorlatilag romlik az állapotom. De a mindennapokban úgy gondolom, hogy elég jól boldogulok ennek ellenére. Ez nagyon jó, hogy ehhez képest is mosolyogva látjuk. Kicsit menjünk vissza az elejére. Hogyan diagnosztizálták ezt az izomsorvadást önnél? Pécsen diagnosztizálták. Volt, bent feküdtem kórházba, történtek vizsgálatok. És azóta vizsgálatok olyanok már nincsenek, amilyenek voltak. De A szülei hogyan vették észre, hogy probléma van? Hiszen azért ugye a gyerek fejlődésénél azt azért lehet látni, hogy mondjuk 1 éves kora körül elkezd járni, aztán a beszéd indul, és a többi. Voltak ilyen problémák? A házi orvosunk vette észre, hogy furcsán megyek föl a lépcsőn, hogy már 3 éves voltam, de még mindig használtam a korlátot, és nem úgy raktam a lábam, ahogy kellett volna, bizonytalan voltam, és innen indultunk el. És akkor az első egy-két vizsgálat az itt Fehérváron történt? Nem, először a Heimpál kórházban voltam, de ott nem minden úgy történt, ahogy kellett volna. Az mit aztán jelent? Hát volt olyan, hogy nem is rólam beszéltek, meg ilyenek szóval. Mm. És akkor mentünk tovább Pécsre, ahol teljes kivizsgálás megtörtént, és ott diagnosztizálták ezt az izomsorvadást. Gondolom, hogy ez hát gyerekként ugye ezt még ennyi idősen nem fogta fel. Egyáltalán. Emlékei szerint a szülei mit szóltak akkor, amikor ezzel a diagnózissal szembeállították őket? Hát nem igazán emlékszem rá, de ha a gyerekkoromra az egészre visszagondolok, soha nem volt ilyen siránkozás, vagy rossz kedv, vagy ilyesmi emiatt. Szóval én nem is szembesültem úgy azzal, hogy bármi bajom lenne. Az első szembesülés az óvodában volt, amikor körbe kellett futni az óvodát tesi órán, és amikor többiek 3-szor körbeértek, én csak 1-szer, és ez akkor feltűnt. De körülbelül ennyit is foglalkoztam vele, hogy akkor úgy éreztem, hogy itt valami más. Uh-huh. És a későbbiekben, mert ahogy nőtt, azért a tudata is hát változott. Igen. Hát úgy egyre jobban felismertem, hogy mi is ez pontosan. Uh-huh. Na egy picit mindjárt folytatjuk ezt a részét, itt ül a stúdióban Szücs Ágnes is, aki segítője, barátja. Most egy jó ideje most már ismét találkoztak és egymás barátjává váltak, hiszen a Hangszíntér iskolába találkoztak. Ugye akkor még nem voltak az iskolás évben, a korai években olyan nagy problémák. Én arra emlékszem, hogy akkor Gábor még tudott járni, ugyan bottal, de nem bottal. Nem voltál az elején, de aztán a 4. évfolyamban azért már ott kellett. Egy segédeszközöm volt, egy kis elektromos roller. Ja, roller? Igen, de nem volt. Akkor én rosszul emlékszem, mert amikor végül is aztán későbbiekben egy táncvilágnapi est volt, akkor jöttél annak a segítségével, ne haragudj, akkor az én emlékeim homályosultnak, hát a rosszabb emlékeket az ember elfelejti, bot használat és vagy kerekes elektromos roller. Viszont Gábor nagyon szépen elvégezte a Hangszíntér Művészeti Iskolában az animációs tagozaton végzett, és azóta követem az ő kis életét, és én akkor csak annyit tudtam tenni, hogy a táncvilágnapi estet, amit az alafokos kis táncosaimnak a műsora jelenti, hát úgymond jótékonysági esté varázsoltam, ahol egy bizonyos szerény összeg összegyűlt, amit átadtam Gábornak, illetve és a szüleinek, amit azóta is őriznek a számlájukon, hogy hát ha egyszer majd sikerül egy olyan dologra, olyan eredményes dologra felhasználni, amivel tudunk fejlődni, jobbá tenni az ő életminőségét.
És egy picit menjünk vissza oda, hogy ugye a diagnózis időpontjában azért ugye jósolgattak. És ugye azt tudjuk, hogy azért az izomsorvadással járó betegség azért nagyon csúnya diagnózissal jár. Az nagyon csúnya. Illetve prognózissal, ha így is mondhatom. Hát jósoltak 3 évet, 5 évet, vagy 5 éves koromig, 8 éves koromig, 10 éves koromig, és még mindig itt vagyok, tehát ezt az időpontot mindig kitolták. Most pedig már nem jósolnak semmit. Ezt gondolom már nem mernek, mert mindig túléltem azt, amit megjósoltak. Hát ez nagyon jó hallani, de egyébként egy ilyen diagnózis árnyékában élni milyen érzés? Nem sokat foglalkoztam ezzel soha. Hogy se az évekkel, se azzal, hogy mi van, csak jöttek-e hétköznapok, én megmentem bele. És mi az, ami viszi előre? Hát nehéz ezt megmagyarázni, mert soha nem volt egy konkrét dolog, ami miatt akármit is csináltam. Én így éltem az életemet. Ehhez szoktam hozzá, hogy vannak nehézségek, vannak könnyebb napok, nehezebb napok, valamit is nagyon nehezen tudok megoldani, de sok segítséget is kapok ugyanakkor, akár ismeretlenektől is. És ahogy jöttek a dolgok, úgy kellett mindig megoldani őket. Ez nagyon jó, akkor ezek szerint egy nagyon erős pozitív szemlélet van a háttérben. Igen. Maga az állapot romlása, az milyen folyamattal jár? Ugye azt mondta, hogy az óvodáskorban már azért jelentkeztek ennek tünetei, és hát ugye ma már tolószékben ül. Ez mióta tart ez az állapot, és hogyan voltak a fokozatok? Hát a fokozat az a második az általános iskolában volt, amikor teremről teremre kellett volna járni, de az nekem túl hosszú volt ahhoz, hogy ezt a 10-15 perces szünetbe megtegyem. És ez volt a második ilyen felismerés, amikor jöttek a 8-asok, felkaptak, és akkor átvittek a másik terembe. Aztán a középiskolában, amikor elkerültem, ott használtam ezt az elektromos rollert, egy segédeszközt. Ott ezzel boldogultam a kollégiumtól az iskoláig, de ott sem okozott ez különösebb problémát. És tolószékben mikor került? Tolószékben 2015-ben kerültem, amikor... Tehát akkor ez még nagyon? Igen, friss. A közelmúltban volt. Igen, akkor 2012-ben kiderült, hogy van egy vese betegségem is, amit 2015 óta már dialízisre is szorulok, tehát leállt mindkét vesém. És ezt lehet tudni, hogy mitől van? Ez egy vesegyulladás volt. És ez váltotta ki azt, hogy idővel szépen leépült a vesém. Akkor sokat töltöttem kórházba a vesével kapcsolatban is. Ott kaptam egy szteroidos kezelést, ami a vesémre sajnos nem használt, de az izomsorvadás akkor rosszabbá tette. Tehát sokkal gyengébb lettem tőle hirtelen. Uh-huh. Hát, 10 napig feküdtem teljes maga tehetetlenül. Ahhoz képest ma már tudok ülni, írni, enni. Gábor történetének itt még nincs vége. A teljes beszélgetést hamarosan megtekinthetik a Fehérvári Beszélgetések című műsorunkban. Az első világháború centenáriumára készítette Búrján Zsigmond kollégánk a Csak még egyszer előre című filmet, mely Sipos Gyula ezredesnek és a 17-es Honvéd Gyalog ezrednek állít emléket. A filmet bemutatták a székesfehérvári általános iskolásoknak is egy rendhagyó tanóra keretében. A Honvédséges Társadalom baráti kör szervezésében szlovén, olasz és magyar fiatalok látogattak el Doberdóba az első világháború nagy ütközetének helyszínére. A Rákóczi Általános Iskola diákja és pedagógusai az út során tapasztaltakat Búrján Zsigmond Csak még egyszer előre című filmjének megtekintésével idézték meg. Összességében 4 nemzet hasonló korú 15-20 főjének egy közös útja volt, hiszen részt vett benne Nagyváradi Szacsvai Iskola hasonló 7. osztálya, részt vett benne egy szlovén és egy olasz iskola is hasonló létszámmal. És mindegyiknél ugyanazt tapasztaltuk, hogy bár azt mondta a környezet, és azt sugallták a pedagógusok, hogy valószínű még talán
kárt is tehetünk a gyerekekbe, én azt nem gondolom ezt. Nagyon érzők, és hogyha belegondolunk abba, hogy 100 évvel ezelőtt 18 éves gyerekek, hogyha úgy tetszik, vagy fiatalok tömkegeivel vívták a csatákat, azokat a csatákat, amiket itt bemutatott a film is, akkor úgy érzem, hogy nincsen távol a mostani gyerekektől se. Mi azt hiszük, hogy ahhoz, hogy értékelni tudják a békét, ehhez nagyon-nagyon fontos azt, hogy tudják, hogy mi van a másik oldalon, mivel játszhat az emberiség, hogyha háborúzik. A pedagógusok számára a béke útja egy olyan kirándulás volt a múltba, amely megerősítés egyben kiegészíti a tankönyvek anyagát a helyszíneken megtapasztalt körülményekkel. Történelem tanárként az a szerencseért, hogy részt vehettem ez év szeptemberében a béke útján 15 gyerekkel, és mivel tanítom az első világháború történetét, ezért tudom, hogy a tankönyvünkben 3 leszke szól erről, és például az olasz front csak egyike a többi hadszíntérnek, és különleges hangsúlyt nem kap. Én készültem a feladatra egyrésztről, hogy különleges információkkal szolgáljak a gyerekeknek, másrészt ők is feladatot kaptak egy-egy témakörből, hogy készüljenek. Ott a lövészárkokban járni, koszorúzni a különböző gúláknál, 8 alkalommal is koszorúztunk, temetőkben voltunk, osztrák-magyar katonatemetőkben, és mindenhol énekeltük, ha kimegyek a Doberdói harctérre című nótát, és most, amikor hallottam a film végén, azt hittem, hogy a jelenlévők elkezdik énekelni. Nagyon beleívódott a lelkünkbe, és most, hogy a filmre áttérjek, én tényleg készültem, és olyan visszaemlékezéseket is olvastam, ami abszolút nem tartozik a tananyaghoz, és itt most látni a fehérvári ezrednek a parancsnokát, hogy ő milyen emberséges volt, és micsoda döntéseket hozott, és ebben képes volt embereket, több százat is megmenteni, és megtudni itthon, hogy miért került ide az oroszlánozi csiligetbe, mert eddig a nagyváradi gúlákról olvastam sokat, és hát abból 2 néztünk, és az említett hegyeken ott voltunk, és a film végén felismertük az egyik táblát, meg ott voltunk a nagy ünnepségen, a Monte San Gabrielén, és hogy egyszerű emberek életén keresztül láthatjuk meg a tananyagot és a történelmet, ez sokkal többet mond, mint bármilyen lecke a történelemkönyvben, és én látom a tanítványaimon, hogy ez mindig megérinti őket. Burján Zsigmond rendezőként, alkotói pályájának csúcsaként tekint a filmre, amelynek hozadéka, hogy a diákok egy eddig ismeretlen világot szemlélhetnek meg, élhetnek át nagyapáik sorsában. Azt gondolom, hogy látva őket, én meg vagyok döbbenve, és úgy gondolom, hogy igenis van remény, igenis ezek a fiatalok lelkileg ugyanúgy megszólíthatók, mint bárki, bármelyik korosztály, és nem tudok más mondani, csak az, hogy van remény. És nagyon nagy megtiszteltetés számomra, hogy ők megnézték ezt a filmet, és bízom abba, hogy még több fiatalhoz el fog jutni. A fiatalok számára a film, amely a székesfehérvári magyar királyi 17-es honvédgyalogezred doberdói és isonzói csatájának előzményeit, történéseit és utóéletét mutatja be, kiváló alkalom volt arra, hogy megismerjék a hősök életét. Voltam ugye a béke útján, hogy először a film, amikor elkezdődött, ugye meghallottam a doberdónak a nevét, akkor az esetben lennem, hogy hoppá, én ott voltam, és nagyon ugye érdekelt ott kint is ez egész, hogy mi volt ott, hogyan harcoltak, eközben mi volt otthon, hogyan éltek a nők, hogyan viselték meg ezt az egészet, és ez nekem nagyon érdekes volt. Hát a végén elszomorodtam, amikor ugye jött a 14. levél, hogy meghalt ugye a férfi. Ez a film igazán ráébresztett arra, hogy milyen nagy feladat volt harcolni a hazáért, és hogy
A nők is ugyanúgy harcoltak, hiszen a férjeiket várták otthon, és tényleg egy nagyon szomorú történet, de igazán ráébresztett arra, hogy harcolni kell, előre kell menni, és mindig gondolni kell a hazára. Nagyon megrázó érzés látni, hogy 100 évvel ezelőtt így jártak a nők és férfiak is. Nők özvegyen maradtak, a férfiak pedig ilyen nagy helytállásban volt részük. Sajnos nagyon kevesen tudták ezt túlélni, és én személyesen is voltam ott Doberdónál, és hát nagyon-nagyon megrázó érzés. Ez a film is megmutatta, hogy nagyon-nagyon-nagyon rossz volt akkor. Nekem nagyon tetszett ez a film, mert tényleg olyan volt, mint egy időutazás, és nagyon megmutatta, hogy milyen volt akkor az élet. A centenárium keretében a Honvédség és Társadalombaráti Kör továbbra is minden lehetőséget megragad, hogy olyan ismereteket nyújtson a fiatal korosztályoknak, amely megerősíti hazaszeretetüket és önbecsülésüket. Mi mindig maradunk a rendhagyó tanóráknál. A Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskolában a robotika egy szeletével ismerkedtek a gyerekek. A cél az algoritmikus gondolkodás fejlesztése volt. T-rex, programozott egér, zenélő gyümölcs. Ezek a nem mindennapi robot technológiával ellátott eszközök lepték el a Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola tagintézményét. Az Európai Kódolás Hetéhez kapcsolódóan az iskola az algoritmikus gondolkodás gyermekkori fejlesztési lehetőségeit mutatta be Fári János a Kecskemétről érkezett informatika tanár segítségével. Az országjáró vendégelőadó elvarázsolta a gyerekeket, aki azt tanítja, hogyan lehet játszva programozni. Kicsit kiszakadunk a tabletből, és a kettő közötti réteget tudjuk megfogni, ami éppen már nem, még nem játék, vagy már játék, és még nem tablet, hanem még egyszer mondom, hiszem, ha látom, az nagyon jó, hogy én írtam be azt, hogy menjen előre az a nyavajás kis méhecske, és akkor ha négyet írtam be neki, akkor négyet menjen nekem előre. Játékos az egész, és hogy a robotok is nagyon tetszenek. Mit szólnál, ha minden nap lennének ilyen eszközök az iskolában? Hát nekem azt tetszene, szerintem jó lenne. És a tervek szerint lesznek is, legalábbis az intézményvezetőnek vannak ilyen tervei. Az iskolában a logikus gondolkodás fejlesztésére nagy hangsúlyt fektetnek, hangsúlyozta Rácné Kálmán Anikó. A Nemzeti Tehetségprogram kapcsán pályázatot nyertünk, és ebben az évben megvásároljuk azokat a programozható eszközöket, amelyeket itt a mai napon a gyerekek kipróbálhatnak. Tehát úgy az alsó tagozatosok, mint a felső tagozatosok számára is megvesszük a programozható legókat és a programozható robotokat. A gyerekek hogyan tudják hasznosítani az itt látottakat, illetve ha a tanterv része lesz, akkor mi mindent fog ez nekik nyújtani? Mindenképpen lehetőséget kívánunk nyújtani a pályaválasztáshoz is, hiszen tudjuk azt, hogy mennyire fontos, milyen nagy hiány van programozókban, és a programozás hetét is úgy próbáltuk megtervezni, hogy kisgyerekkortól a 8. osztályig a gyerekek megismerhessék az informatikának a egyes területeit. Az iskolában nem volt olyan gyerek, aki ne örült volna a rendhagyó órának. A felmentés az órákról minden kisdiáknak jól jött. Szerintem nagyon jó, és örülök neki, hogy nem matek órán ülünk, hanem ilyen érdekes robotokat nézegetünk. És ahhoz mit szólnál, hogyha az iskolában is ilyen eszközök lennének minden nap? Annak nagyon örülnénk, szerintem a többiek is. Mi a jó benne? Hát, hogy ilyen ezeket nem minden nap látni. És mi mindent tudtok velük csinálni? Hát mondjuk a kezüket emelni, ilyen tárgyakat eldönteni velük. Meg ott egy T-rex ott is van, ilyen harcüzemmódba lehet bekapcsolni. Én mindig is nagyon szerettem az ilyen játékokat, és hát én nagyon örülnék neki, hogyha otthon is lenne egy ilyenünk, mert hát az
az nekem is, meg az egész családnak szerintem nagyon nagy öröm lenne, mert én imádom az ilyen elektromos, meg az ilyen kis robotokat. Ha tudnák, hogyha ilyenek lennének nekem, hogy akkumulátorok, és nagyon szerelő lennék, mint az apukám, mert ő kicsit ilyesmi, akkor én is leginkább robotokat csinálnék mindenfélét. És mit tehet a Robotországba csöppent kíváncsi riporter? Új műköröm stúdióval és egyben képzőhelyel bővült a város. Stefán Ágnes megnyitotta műköröm stúdióját, ahol OK és képzésekre is lehetőség van ezen túl. Stefán Ágnes egykori tópartis diák, most az új fiatal generációnak adja át szakmai tudását és tapasztalatait az OKS tanfolyama keretein belül. Ági nem titkolt célja a szakma szépségeinek és nehézségeinek bemutatása és tanítása, emellett pedig szeretné rávezetni leendő diákjait a műkörömépítés művészi oldalának kihívásaira egyaránt. Nem volt azonban egyszerű az út a szalonhelyiség megnyitásáig, kisvállalkozóként sok új kihívással kellett szembenéznie. Korábban te is béreltél szalonhelyiséget, most pedig itt vagyunk a saját szalonod megnyitóján. Tudnád jellemezni azt a folyamatot, ahogyan ideig eljutottál, vagy hogy esetleg útközben milyen nehézségek adottak? Nagyon hosszú út vezetett ideig, nagyjából 12 éve vagyok a szakmában. Ez, ha nagyon hirtelen számolom, az 5. vagy 6. szalon, amit életem során felépítek vendégkörrel, üzlettel. Történt ez először szülés előtt, után, alatt, közben, külföldön többször, újra hazaköltözve, ismételten, és menet közben jöttek folyamatosan az inspirációk és az ötletek, a végzettségek, és találkoztam olyan emberekkel, akik megtartottak ezen az úton. A szakmám iránt kezdetektől fogva elkötelezett voltam, és ez vezetett szerintem ehhez az eredményhez. Az új fiatal munkaerő képzésére folyamatosan szükség van. Nincs ez másképp a szépségipar területén sem, hiszen bár azt gondolnánk, ez az iparág már telített a jó szakembereket illetően, az igényes és minőséges munka elsajátítására folyamatosan teret és lehetőséget kell szolgáltatni a fehérvári fiatalok számára. Cserpalkovics András Székesfehérvár polgármestere is a minőségi képzések fontosságát emelte ki. Azt hiszem, hogy nem véletlenül beszélünk sokat mostanában a szakképzés fontosságáról, és nagyon fontos elérni azt, hogy minél több szakma vonatkozásában minőségi képzőhelyek működjenek a városban. A minőséget ott megkövetelve egy olyan szolgáltatási színvonal alakuljon ki Székesfehérváron, amelyik a szolgáltatókat, az ő minőségüket is garantálja, és természetesen az odajövő ügyfelek is pontosan tudják, hogy ha Fehérváron igénybe vesznek egy szolgáltatást, akkor az magas színvonalú, jó minőségű lesz. És természetesen az is jó, hogyha az ehhez kapcsolódó akár folyamatos képzésért nem kell máshova elmenni, hanem itt a városban elérhető. Úgyhogy itt most ezen a helyen ez mind a kettő adott. Természetesen ez a terület is folyamatosan változik, és ha a gazdaságilag jól megy, hogyha a családoknál több forrás áll rendelkezésre, akkor azt gondolom, hogy ezzel együtt az igény is nőni fog az ilyen szolgáltatásokra, az pedig azt jelenti, hogy mindig van még lehetőség belépni ezekre, mondjuk úgy, hogy a piaci területekre, de szerintem ez akkor tud csak fenntartható lenni, hogyha ez mindig egy minőségi javulást is eredményez, ehhez pedig minden szakmában szükség van arra, hogy oktatáson vegyenek részt az emberek, továbbképzéseken vegyenek részt az emberek, és azt gondolom, hogy ezért különleges most ez a hely, hiszen nem időzelve csak egy stúdióról van szó, hanem egy képzőhelyről is. Nemzetközi versenyeket nyernek szakembereink. Összesen 14 fehérvári fiatal vesz részt a képzésen, ami a szakma alapjainak elsajátítására szolgál, és az államilag elismert bizonyítvánnyal zárul. Az oktatás 20%-a elméleti, 80%-a pedig gyakorlati oktatásnak minősül, és viszonylag rövid idő, 4,5 hónap alatt elvégezhető a tanfolyam. Song.
Kedves nézőink, ez volt már az Együtt, tartsanak velünk legközelebb is, én köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!